Szia, én Barta Bogárka vagyok, és Melbourne-ből érkeztem Ausztrália. Ez egy teljesen friss kezdeményezés, egy új program. Azt hiszem, hogy egy egyedülálló lehetőség, hogy tengeren túli magyar származású másod-harmad generációs fiatalok ide jöhessenek a Rákóczi Szövetség szervezésében Magyarországra, felfedezni a gyökereiket, megismerni azokat a tájakat, ízeket, történelmi emlékeket, amelyekről adott esetben csak könyvekben vagy a nagyszülők meséiből értesültek korábban. Azért akartam eljönni ebbe a táborba, hogy tudjak többet tanulni Magyarországról. Én azért akartam eljönni, hogy tanuljak a kultúráról, meg újra lássam egy Magyarországot. Azért, hogy a hazámba lehet csak egy pár hétig. I really enjoy it. I'm first generation Canadian, so being here allows me to get in touch with my history and my culture. Ezek a gyerekeknek lehetőség adatot arra, hogy eljöjjenek, és együtt, mint csoport megtapasztalják azt, hogy igenis vannak más területekről is, a diaszporából olyan hozzuk hasonló magyar gyerekek, akik elszakított területeken élnek, viszont az óhaza őket visszavárja, befogadja, és együtt tapasztalhatják meg mindezt, és olyan barátságok kötődhetnek, amelyek szerintem életre szólóak lesznek. Diaszporai szorvány program keretében vannak itt magyar származású fiatalok, 10 és 25 év közötti fiatalok, akik 10 különböző programidőszakon vehetnek részt. Ez 10 hónapon keresztül megy a Rákóczi Szövetség szervezésében, 2 hetet töltenek itt Magyarországon. Van benne budapesti rész, van Magyarország, vidéki tájakat, városokat látogatunk meg, illetve megkeresünk egy határon túli magyar vonatkozású területet is, várost is, és megismerkedünk annak történelmével, kultúrájával. És estéket sem hagyjuk parlagon, hiszen ott meg olyan ismerkedési játékok, gyakorlatokat vezetünk, ahol mind egymást, mind pedig a gyökereiket felfedezhetik, mindez játékos formában. In the past, I was here with like a dance program for Hungarian dancers and cultural dancing, and we got to sightsee all over Hungary. This time, we get to go to Erdély, which is part of Romania, and I'm really excited about that because that's where my family is from. I'd like to take home a lot of memories and a lot of information about things that I haven't learned about or maybe only read about, but experienced firsthand this time. Úgy érzem, hogy hazaérkeztem, itt egy csomó magyarral találkozhatok, és mint szorvány magyar örülök neki, hogy itt lehetek. Elsősorban megismerek különböző kultúrákat, mert ugye egységes kultúra a magyarságon belül nincs, szóval mindig más a tájszólás is, mások a hagyományok, de azért mégis van benne valami építő, ami egységességre szólít fel bennünket. Bár a Trianon elszakított egymástól, de azért mégis maradjunk meg egyet, hiszen mindnyájan magyarok vagyunk. Érzem, hogy mintha otthon lennék, mert jó, Erdély is az otthonom, de itt Magyarországon van normálisan, mert magyar eredetű vagyok, ezért inkább itt van az otthonom, Magyarországon. Nekem a legnagyobb élmény az, amikor a Gellért hegyre mentünk, és nagyon szép volt a kilátás Budapestre. És nekem, amikor volt a mini olimpia, és más gyermekekkel lehet kicsit játszani is minden. A esztergomi bazilika, mert nagyon nagy volt, meg nagyon szép. Nekem azt tetszett, amikor láttam a hegyen a hétvezért. Nagyon-nagyon megható, főleg ez a harmadik dimenzió, úgyhogy az ember úgy érzi, hogy ott van, benne van a honfoglalásban, nem? Ez nagyon érdekes volt. A gyerekeknek szükségük van olyan élményre, ami a helyhez kötött, nem csak a nyelvhez és a családhoz kötött. Ez szerintem nagyon fontos. Nagyon örülök, hogy megvolt ez a lehetőségünk, hogy
öt gyermeket és az iskolából magunkkal hozhattunk. Láthattam Budapestet, ami egykoron fővárosunk volt, és ugye gyönyörű épületeket fedezhettem fel, amit érdemes másnak is meglátogatni. Ezáltal nem csak az anyaország, hanem a külhoni magyarok is gazdagodnának ott, ugye a Kárpát-medencén belüli magyarok. Vissza fognak jönni, megszeretik Magyarországot, és rájönnek, hogy a magyar nyelv, a magyar kultúra az egyedülálló, és felfedezik a saját gyökereiket. Tulajdonképpen ez a legfontosabb célja a programnak. Azt, hogy mindenképpen jöjjenek ide, és nézzék meg a parlamentet és a magyar legfőbb dolgokat. Az, hogy minden szép volt, és hogy tetszett, hogy megmondom nekik, hogy ők is jöjjenek el Magyarországra.